Mániós Lilában címmel Levendula szüretre várta az érdeklődőket a Topolyai Művelődési Ház. A Topolyai tó partján elhelyezkedő művésztelep Levendula ültetvényére bárki ellátogathatott, szedhetett levendulát vagy fényképezkedhetett, kikapcsolódhatott. Majd július első hetében kézműves foglalkozások sora következett, ahol a levendula számos felhasználási módjával ismerkedhettek meg a résztvevők. Nyugtató levendula illat, pillangók, madárcsicsergés fogadta a látogatókat a Topolyai művésztelepen. A levendula szüretre egész Vajdaság területéről érkeztek érdeklődők. Kocsis Szabocski Éva két alkalommal is kilátogatott a topolyai levendula ültetvényre. 94 éves édesanyja is elkísérte, hiszen a levendula szerelmese ő is. Mint mondják, igazi feltöltődés számukra a szüret. Kezdetektől fogva kísérjük a levendulának a fejlődését, mert nekem mindig vágyam volt az, hogy Tihanyba eljussak levendula szedésre, abból aztán nem lett semmi, és alig vártuk, hogy kinyíljon, de már amikor elültették, akkor meglátogattuk a palántákat is, és hát most ebbe a szezonban másodszor vagyok kin, mert először a Zsuzsi lányommal jöttünk levendulát szedni, akkor arattunk egy két nagy csomaggal, és hát mivel az anyukám is nagyon szereti, mert ő a családban a levendula rajongó, akkor most vele is kijöttünk, és akkor megnéztük, hogy, vagyis megmutattam neki, hogy milyen gyönyörű szép, megszedtünk is még egy túrát. Mi mindenre használják a levendulát? Én igazából csak a vázába szoktam megszárítani, és amikor már nagyon száraz, akkor szoktam kis zacskókba rakni, és mivel hogy gyapjúval foglalkozunk, akkor közé rakom. A nemez meg a természetes gyapjú az nagyon könnyen elmolyosodik, meg piszkolódik is, és akkor annak arra használjuk, arra a célra. Viszont már a lányom például teját készít belőle, mégpedig úgy, hogy citromfűvel, mentával keveri, friss virággal vagy szárazzal is, és akkor utána leszűrve, nagyon jó nyugtató, altató teja, cukor nélkül, minden nélkül, nagyon finom. Maga a levendula szüret milyen élmény, ugye itt vagyunk kint a természetben, maga a szüretelés milyen érzéseket vált ki? Hát nagyon-nagyon kellemes volt például a múltkori alkalommal, hogy olyan emberekkel találkoztam, akiket már nagyon-nagyon régóta nem láttam. Nem is, hogy nem találkoztunk, de beszélgetni nem beszélgettünk. És a szedés mellett azért úgy arra is jutott idő, és tényleg nagyon szép. Azon túl, hogy egy gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon-nagyon jó élmény, meg nagyon-nagyon kellemes is. A baj az, hogy nem jöhetünk minden nap. A levendulát napos és meleg napszakban érdemes szüretelni. Az elsődleges titka a levendula szedésének, hogy mindig akkor kell szedni a levendulát, amikor a legmelegebb van, ez az egyik ilyen hátulütője neki, ugyanis a napfény hatására a virágzás akkor a legintenzívebb, valamint a benne lévő illóolajok is akkor a legaktívabbak. A másik dolog, hogy a levendulát, amikor a virágját szedjük, akkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy a levendula erősebb részét, tehát a fás részét, azt ne sértsük meg, mert ezt a növény megsínyli a későbbiekben. A hivatalos álláspont szerint a levendula virág alatti első levélpár alatt kell elvágni a virágot, és
Így tudjuk a bokroknak is az egészségét megőrizni a továbbiakban. Majd ezt követően a levendula szárítását azt szellős helyen ajánlják. Na most ez kétféle lehet, ugye itt látható, hogy mi összekötöttük kis csokrokba, ezeket fölfüggesztjük, virággal lefelé szárítjuk, de elfogadott, illetve hatásos még az eljárás is, amikor itt szépen egymás mellé sorban kiterítik, hogy azért ne ragadjanak össze, és úgyis nagyon szépen megszárad az illatát, szárított formában is nagyon-nagyon hosszú ideig megőrzi. Személy szerint mennyire kedveled a levendulát, illetve készítesz-e belőle otthon valamit? Természetesen, most egyrészt a levendulának nagyon nagy divatja van, másrészt nekünk otthon is van levendulánk, itt a művésztelepen is aktívan foglalkozunk a levendulával, nagyon szeretem a levendulás termékeket. Kipróbáltam már különböző ilyen alkoholos italokat levendulával, levendula likőre van egy nagyon jó kis recept, ami nyilvános elérhető az interneten, de használom minden másba, tehát házi kozmetikai termékekbe, valamint akár süteményekbe is felhasználhatjuk a lemorzsolt, ledarált virágját. Ilyenkor arra kell azért odafigyelni, hogy a cukorral együtt daráljuk le, hogy ne ropogjon később a fogunk alatt, és egy nagyon karakterisztikus ízt ad neki. A helyszínen vásárolt 200 és 400 dináros papírtasakokba szedhették a levendulát a szüretelők. Aki csak fényképezkedni, nézelődni szeretett volna, az jelképes 100 dinárért tehette azt meg. Hát nagyon szép program a szedése is, illetve a fotózkodás főként az motivált most. És láttam az interneten a hirdetést, hogy lehet fotózkodni, és kaptam a lehetőségen, mert nagyon szeretem az illatát is, és a magát a levendulát is. Az ültetvényt 2 évvel ezelőtt a koronavírus járvány megjelenésekor telepítette a Művelődési Ház munkaközössége a tópartján fekvő művésztelep akkor még gazos, elhanyagolt kertjében. Hónapokon át tisztították az építkezési törmelékkel teli terepet, hatalmas munka előzte meg az ültetést. 25 nagy konténert tudtunk megtölteni, főleg építkezési törmelékkel, és ezt a Művelődési Háznak a munkaközössége végezte, annak függvényében, hogy egyéb teendőink voltak-e mondjuk más helyszíneken. Az első külső segítséget augusztus 1-én kértük, addig folyamatosan történt a talajnak a tisztítása. A helyi gazdakör jött ki a munkagépekkel, és akkor azokat a gyökereket, vagy azokat a betontömböket, amit mi nem tudtunk kézzel megmozgatni, azokat elszállították, valamint megmunkálták a talajt. És az első 2500 tű levendulát, ami most itt a háttérben pompázik, ez az orvosi levendula, azt jelképesen mi topolyai napokra ültettük, ugyanis abban az évben nem voltak olyan nagyszabású topolyai napi rendezvények. Szeptember 16-án 2020-ban történt, akkor még a terület fele már talaj előkészítéssel, de még parlagon maradt, de tudtuk azt, hogy folytatjuk majd a telepítést, és 2021 májusában egy másik hibridre esett a választás, a Grosso nevűre. A szakirodalom szerint a két fajtának, levendula fajtának a virágzásában van körülbelül 2 hét eltérés. Az első év, amikor ezt igazolni is tudjuk, de ez is volt a szándék, hogy minél jobban ki tudjuk tolni a virágzást, és hogy minél hosszabb ideig élvezhessük mi, valamint mindenki, aki ellátogat hozzánk levendula virágzás idején a látványt. A szüret egész júniusban zajlott, majd július első hetében megkezdődtek a kézműves foglalkozások, melyek során nem csak a levendula dekoratív oldalát mutatták be. A résztvevők megismerkedhettek a levendulából készült eszenciális olajházi lepárlásával, de szappanok és édes sós finomságok is készültek a levendula felhasználásával. Csipe Tímea, a Művelődési Ház igazgatónője készítette el a szappantömböt, amiből szeleteket vágtak, majd díszítették, formázták.
A szappan lereszelésével és vízzel való feloldásával pedig mosószert is előállítottak. A foglalkozásokra felnőttek és gyerekek is érkeztek. Többször van otthon csokor csinálva, ajándékba visszük, ilyen kis illatzsákok vannak a szobába, párnánál, és ez úgy feldobja a hangulatot, nyugtató hatást ad nekünk a házban, és segít az elalvásban. Most szappanokat készítetek, hogyan mintázott, díszíted, illetve miért jelentkeztél erre a műhely munkára? Hát azért jelentkeztem, mivel ez ilyen érdekes, hogy szappannal, levendulával dolgozunk, és így ilyen lányos is, meg így szeretek így kézműveskedni, és szeretem, hogy ilyen szappant használni, házi szappant főleg, ilyen virágokat készítek, meg ilyen lepkéset csinálok, és ez így szép. Hát nagyon szeretem a levendulának az illatát, a színét, mindent, és hát otthon én nekem nincs levendulám, akkor kijöttem, hogy itt segítsek a szedésbe is, meg vittem is haza, és akkor otthon egyelőre még csak szárítom őket, de viszont föl fogom dolgozni valamilyen formába. Hát eddig olyan ötletem volt, hogy ilyen kis buzogányokat készítettem, azért, hogy ne potyogjon annyira, de az illata benne marad, illetve mivel tudok horgolni, ezért ilyen kis bábokba beletettem a levendula virágot, és akkor hát tulajdonképpen olyan illatos és szép. Most szappant készítenek, egyébként szokott-e otthon levendulás szappant használni, illetve ezeknek mi lesz a sorsa? Hát egyelőre még én szappant még soha nem készítettem, és azért jöttem, hogy ezt megtanuljam, megnézem, hogy készül egyáltalán valamit tanuljak itt is. És hogy tetszik a szappan a való munka? Érdekes, szóval nagyon kezdő vagyok benne, úgyhogy a receptet, ha elolvasom, még nem biztos, hogy otthon sikerülni fog, de majd igyekezem. A levendula jellegzetes illata mellett nyugtató és fertőtlenítő hatásáról is ismert. A kozmetikumok gyakori összetevője szappanok készítéséhez is kiváló. Az otthon elkészített szappanba tudjuk, hogy mi van. Otthon mi nagy előszeretettel használjuk, van a család tagok közül érzékeny bőrű is, nagyon megfelel neki, de örülök annak, hogyha valaki visszajelez, hogy akár egy régebben vagy nehezen eltűnő seb, legalább nem lett rosszabb a levendulás szappan használatával. Én nagyon-nagyon szeretem használni, nagyon szeretem az illatát, fertőtlenítő hatását is nagyon szeretem, de nekem a nagy kedvenc, amikor a levendula illó olajat a himalájai sóval kombinálom, tehát himalájai sós levendulás szappan, de én azt hiszem, hogy próbálgatni kell, és hogyha valaki megtalálja azt, ami igazán az ő bőrének való, vagy akár a bőr hibájának az eltüntetésére, akkor utána az biztos, hogy megszereti és használni fogja sokáig, de igazából nekem az illata az, ami nagyon magával ragad, valamint az, hogy pontosan tudom, hogy mit tartalmaz. A mai műhely munkán milyen típusú szappant használtak, tehát mi a lényege, hogyan készült maga a szappan alapja? Igazából itt a helyszínen mi nem öntöttünk szappant, ennek több oka van, azért, mert a szappan, az öntött szappannak 24 óra kell ahhoz, hogy olyan formába, olyan állagú legyen, hogy az mintázható vagy szeletelhető legyen. Hideg eljárással készült szappan tömböt hoztam, és ez már ugye a tavalyi évben egy bevált szokás, tehát műhely munkán ez kitűnően alkalmazható, elmondom, tehát az ide látogatók, a műhely munkán résztvevők közül mindenki megkapta ennek a szappannak a receptjét, felhívtam a figyelmet az esetleges veszélyekre, hogy kell a zsírszódával dolgozni, és itt már csak mintáztak, mivel hogy ugye az egész hét és jóformán már az egész a múlt hónap is a levenduláról szólt, levendulás szappant mintáztak, de nem feltétlenül
feltétlenül lilaszínnel vagy levendula mintával, hanem gyógy növényeket, természetes anyagokat hoztam. Ezzel megmutattam azt, hogy a természetben található növények is kitűnően használhatók színezékként, levendula őrleménnyel, piros paprikával, kakaóval, gyömbérrel, kurkumával díszítettünk, valamint a mostani nagy kedvencemet is beloptam a műhely munkába, ez a luffatök, ami mosogatószivacs, testmosószivacsként is kitűnően alkalmazható, és lehet a szappanba is tenni, amikor a szappan elfogyott, elkopott, akkor a szivacs megmarad. A gasztronómiai foglalkozáson levendulás kekszeket díszítettek a résztvevők, majd a művelődési ház munkatársai által készített finomságokat, süteményeket, levendulával megszórt túros pogácsát, lekvárt, levendulaszörpöt kóstolhattak, és persze a recepteket is elkérhették. A levendulás csoki szökőkút volt a legnépszerűbb. A levendula nagyon sok mindenre hat, nagyon jó tesz stressz ellen, gyomornak jó, méhnek, de átlagba lehet használni, szóval nagyon sok recept van a hajhullástól, szóval nagyon-nagyon sokba szerepel a levendula, és nyugodtan lehet használni. A mai nap szenzációja a csokis szökőkút, és ez is tartalmazott levendulát. Igen, először most csináltunk ilyen levendulát csokiva, és nagyon jó sikerült, tényleg nagyon jó sikerült. Remélem, hogy azok is, akik kóstolták, akik megpróbálták, ők is meg vannak elégedve. Milyen levendulát érdemes a csokoládéba belekeverni, szárítottat, hogy frisset, illetve milyen arányban, hogyan készül ez a csokoládé? Én átlagban csak száraz levendulát megdarálom a kávédarálóba, és azt szoktam beletenni, most egy kilóba beletettem egy csiszényi darált levendulát, nagyon jó érződött rajta. Topolyán idén tudtak először programokat szervezni a levendula szedése és felhasználása köré. A művelődési ház célja, hogy a jövőben nemzetközi levendula ünnepén nőjön a rendezvény.